átadták a térség újabb szabadtéri fitness parkját Hevesvezekényen. Minden készült kiskörén, aminek Csülök az alapanyaga. Végig ünnepelték az egész falut az Apci szigeten. Jó estét kívánok! Önök a HOTV híradóját látják, én Szabó Dénes vagyok. Átadták Hevesvezekényen azt a szabadtéri sportpályát, amelyet a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark programban pályázott meg a település eredményesen. Az ünnepségre a falunapon került sor, pirosbetűs nappá téve ezt a szombatot a községben. Szabadtéri fitnessparkkal gyarapodott Hevesvezekény, a beruházást a falunapon avatta Tóth Éva polgármester társaságában Szabó Zsolt, a térség parlamenti képviselője. A projekt a sportpálya szélén kapott helyet, a polgármester szerint már is aktívan használják a helybeliek a zöld színű komplexumot. Avató beszédében a képviselő kifejtette, hogy a magyar kormány célja, hogy a fiatalok minél többet mozogjanak, ezért a legtöbb településen igyekeznek ilyen sportparkokat létrehozni. A térségünkben az első volt a Bocanádi, ez a második, azonban nem állunk meg, hanem megyünk tovább, és a többi településen is sor kerül egy ilyen beruházásra. Ami még nagyon fontos, hogy ezek modul jellegűek, tehát lehet nyugodtan hozzáépíteni eszközt. Polgármester asszonya azon dolgozunk, hogy találjunk rá keretet, forrást, hogy ezt is meg tudjuk oldani. A község fejlődése ezzel nem állt le, folytatódik járdaépítéssel és a közösségi ház megújításával, tette hozzá a politikus. Hevesvezekény nagyon rendezett település, szeretném elmondani. Az itteniek dolgoznak, nem másokból, hanem önmaguktól keresik meg mindig a megélhetést, és a fejlesztések se fognak leállni, hiszen már a következő építést, tehát ha más nem, akkor a járdaépítést azzal fogjuk folytatni, illetve a közösségi ház lesz, amivel tovább szeretnénk lépni, és azt is rendbe szeretnénk tenni. Az ünnepélyes szalagátvágás után indult el a főzőversennyel és kulturális programokkal egybekötött falunap, ahol a helyi csoportok fellépése mellé finom falatok is jutottak, és szerencsére az idő is kellemes, késő nyári volt. A 11. évben rekordszámú 16 főként helyi illetőségű csapat vetélkedett kiskörén a Csülök Főző Fesztiválon. A szervezők szerint a jól bevezetett gasztrorendezvény célja egyfajta vidám, közösségi nyárzáró program biztosítása. Minden, ami a bográcsokban rotyogott, a fazékban főtt vagy a tepsiben a sütőlapon sült, tartalmazott valamennyi csülökhúst. A Csülökfőző Fesztivál megszabott kereteit szem előtt tartva ez nem is lehetett másként kiskörén. A strandon a 11. évben rekordszámú 16, főként helyi illetőségű csapat vetélkedett abban, hogy ki tudja a legfinomabb, legtetszetősebben kinéző, vagy egyszerűen a legérdekesebb csülkös étket elkészíteni. Hajdú Zsolt, a Kiskörváros Fejlesztéséért Közalapítvány elnöke úgy véli, a gasztrorendezvény célja egyfajta vidám közösségi nyárzáró program biztosítása. Településen lévő emberek, vagy élő emberek jól érezzék magukat, és egy kicsit ki tudjanak ide jönni még így a nyár végén, kikapcsolódni. Főzni baráti társaságokkal együtt. Az eredeti tárolás az eredeti sátor dekorációval kezdődik, ebben sem volt hiány a strandon. Supermannek öltöztetett malac várta például a Mozdulj Kiskörre Ifjúsági Egyesület csapatánál az éhes szájakat. A házigazda település polgármestereként dolgozó Magyar Csilla is fakanalat ragadott és példát mutatott az egyik csapat tagjaként. Csülökpörkölt készült náluk a sátorban csülkös nudlival. Most az egyszerűségre törekedtünk, de azért van benne csalafintaság, mert hát egy egyszerűnek induló csülökpörkölt lesz, aztán annak indult, de megbolondítottuk egy kicsit, mert csülkös nudlival készítettük el, tehát nem hagyományosan krumplival, hanem a krumplit egy kicsit felturbóztuk mindenféle finomsággal. Magyar Csilla értékelése szerint ebben a szezonban is változatos nyári program kínálatra törekedtek. A nyárzáró gasztrovetélkedést a helyszínen figyelte a térség országgyűlési képviselője is. Szabó Zsolt szerint a kiskörei vízparti környezet élik a családias beszélgetésekhez, amelyek az ilyen összejövetelekhez kapcsolhatók. Kiskörén pedig maga a strandnak van egy ilyen kellemes érzése, egy jó környezet. Itt a Tisza partján, a Tisza eleve a legmagyarabb folyónak tekinthető, és mi annak tartjuk, és a szőke Tiszát nagyon szeretjük, úgyhogy kellemes nap, nagyon szép nap. Az ilyen rendezvényeken szóba kerülhetnek a beszélgetésekben a fejlesztések is, és gyakori, hogy az adott településről elszármazottak is hazatérnek, tette hozzá Szabó Zsolt. Az egész falut végigjárták az Apci szület idei felvonulásán résztvevők.
Több táncegyüttes is megmutatta tudását a menetben, melynek a végén a művelődési háznál megkezdődtek a kulturális programok. Most pedig, aki úgy érzi magában, hogy van erő, azt el tud bennünket kísérni a felvonulásra, az bizony erősen szoruljon egymáshoz, mert egy-két percen belül indulni fogunk. Besorakozni! A kisbíró kérésének megfelelően szót fogadtak az apciak, akik azért jöttek össze, hogy őrizzék a község szőlősboros hagyományait. Menetbe rendeződtek, és egy nagy kört megtéve a faluban megtartották az idei szüreti felvonulást. Az apci szüretre a táncosok több településről érkeztek, köztük a szlovákiai Ragyolszról, ott volt a Folk.com táncegyüttes, a Zabka néptáncegyüttes tagjai is táncra perdültek, eljött a kunadacsi énekkar, a lovasok pedig Petőfi bányáról vettek részt a bő egy órás gyaloglásban, amelyet gyakran szakítottak meg rövid, hangulatos néptáncos produkciókkal. A zenét Balog Edinai zenekara biztosította. A menetben megfáradókat és az utcai nézőközönséget is borral, kaláccsal kínálták a szervezők. A színes táncos felvonuláson a szőlős kis szekeret húzó legkisebbektől a menyegzőt eljátszó legidősebbekig több százan vettek részt. A felvonulás végén a művöldési ház mögötti szabadtéri színpadon folytatódott az ünnep helyi és vendégfellépők műsoraival. Vidéken működő szálláshelyek fejlesztésére, illetve újak létesítésére a Kisfaludi Program pályázatán indult, mintegy 700 hazai vállalkozás kap támogatást a jövőben. A friss döntés szerint a kormány által tavaly útjára indított nagyszabású fejlesztési terv első ütemében 80 milliárd forintért valósulnak meg a beruházások a vidéki Magyarországon, jelentette be a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Tavaly fizetett először az állam prémiumot a nyugdíjasoknak, az előzetes várakozásoknál is jobb gazdasági adat alapján ez idén is minden bizonnyal így lesz, mondta Tálai András, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Időknek. A lap keddi számában közölte, a kormány a jövő évi költségvetés kialakításakor is számolt a nyugdíjprémiummal, és ha minden a tervek szerint alakul, az idősek 3 év alatt 80 milliárd forintnál is nagyobb összeget kapnak kiegészítő jutatásként prémium címén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nyugodt az estéjük, viszontlátásra! Szerdán már kevesebb fátyolfelhő lesz felettünk, túlnyomóan napos időre készülhetünk. Csapadék nem várható. Csütörtökön nyáriasan meleg idő ígérkezik, gyenge néhol mérsékelt lesz a déli szél. Pénteken is marad a meleg sok napsütéssel, a délután folyamán azonban egy legyengülő hidegfront érkezhet.